Kedves vendégeink! Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Energetikai Szakkollégium Csonka János emlékfélévének negyedik előadásán, melynek címe a hazai villamosvontatás Balaton környéki autótranszformátoros rendszere. A váltakozó áramú vasúti táplálás a háromfázisú villamosenergia rendszerektől eltérő olyan sajátosságai vannak, amelyek különleges hatásokkal járnak, ezért speciális műszaki megoldásokat kívánnak. Az előadás során bepillantást nyerhetünk az egyes nagyvasúti villamosvontatás rendszerek jellemzőibe, fókuszálva a villamosvasút által okozott zavartartás más, a vasúttal párhuzamosan haladó nyomvonalas létesítményekre, valamint a jelenleg kivételezés alatt álló Észak-Balatoni vasúti villamosítás projekt tervezési fázisába, a felmerült problémák és azok megoldásába, a megtervezett villamosvontatási rendszer és a kivételezési részleteibe a projekt egyik vezető tervezője, dr. Ladányi József által. Kérem, engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassam előadónkat. Dr. Ladányi József oklevelős villamosmérnök, mérnök közgazdász, a villamosmérnöki tudományok doktora. 2019. májusától a BME villamosenergetikai tanszék vezetője, eddig 70 szakdolgozat és diplomaterv konzulense. 50 publikáció szerzője, társ szerzője. A párizsi székhelyű Nagy Villamosenergia Rendszerek Egyesülésének Magyar Nemzeti Bizottságának titkára, a Magyar Mérnöki Kamera jegyzett tervezője, szakértője energetikai létesítmények tématerületen. Szakterülete a kisfrekvenciás elektromágneses összeférhetőség villamosenergia rendszerekben, távközlési rendszerekben és vasúti környezetben. Egyik kidolgozója és előadója a Villamosenergia Rendszerek és a Villamosvontatás Táplálási Rendszerek című tantárgynak. Az oktatás mellett fontos szerepet tölt be munkájában az iparral való szoros együttműködés, amely keretében az elmúlt 10 évben több, mint 250 ipari munkában vett részt tervezőként, szakértőként. Az utóbbi 8 év vasútvillamosítási projektjének jelentős részében készített a tervezéshez szükséges szimulációs számításokat, kivételezés után ellenőrző méréseket. Előadások időtartama 75 perc lesz, amely után 15 percet biztosítunk a felmerült kérdések megválaszolására. Most pedig tisztelettel felkérem dr. Ladányi József urat, hogy tartsa meg előadását. No, kedves hölgyek, urak, kedves kolléginák, kollégák itt a kibertérben, ma esti előadásom a hazai villamosvontatás Balaton környéki autótranszformátoros rendszerével kapcsolatos lesz, mégpedig az Észak-Balatoni vasútvillamosítási projekttel kapcsolatos részleteket fogom megosztani itt most a hallgatóság számára. Kicsit furcsa számomra, hogy ennyien vannak a kibertérben, szerencsére itt vannak néhányan a stúdióban is, személyesen, úgyhogy így egy picit személyesebb lesz a mai előadás. Rögtön kezdjünk bele. Én Ladány József vagyok, a Villamos Energetika tanszékvezetője tavaly május óta. A tanszékünk foglalkozik villamosvontatással is, úgyhogy nem életidegen tőlünk a villamosvontatásban való tevékenykedés. Talán nem meglepő, hogy az előadásomat rögtön azzal kezdem, hogy két kiváló nagy nevet említek a vasútvillamosítással kapcsolatban. Az egyik a Kandó Kálmán, akinek a nevéhez fűződik a Kandó mozdony feltalálása, és Verebély László, aki pedig a villamosvontatási rendszerekben tett le nagy terveket, illetve valósított meg villamosenergia rendszerrel kapcsolatos beruházásokat még valamikor az 1900-as évek elején. És hogy kapcsolódik a vasútvillamosítás a mi tanszékünkhöz, és hogy kapcsolódik ehhez a két emberhez? A válasz egyszerű, a PowerPoint alján látható. Mi kezdetben villamosművek tanszékként futottunk a 1931-től, amikor Verebély László a tanszékünkön dolgozott, és ő volt a tanszék vezetője. Majd villamosművek és vasutak tanszék lettünk, és az idők előre haladtával 2001-től pedig villamos energetika tanszék nevet viseljük. És itt kell megemlítenünk a vasútvillamosítás nagyjai között dr. Varjú György professzor urat, aki jelenállás szerint professzor emeritusként még aktív a tanszékünkön. Úgyhogy azt gondolom, hogy az utóbbi néhány évtizedben az ő neve még az, aki a vasútvillamosítással összehozható, és természetesen az Észak-Balaton villamosítása kapcsán is ő is benne volt a fejlesztési tímben, akivel végrehajtottuk a következő feladatokat, amelyekről majd részletesen fogok beszélni. Hogyan kerül a villamosenergia rendszerbe a villamosvontatás? Itt rendszertani helyet említettem ezen a dián. Villamos erőművekben megtermeljük a villamos energiát,
Ugye a villamos erőművek azok megújulók, vagy konvencionális erőművek. Az utóbbi időben egyre inkább eltolódunk a megújuló energiatermelés irányába. A mi szempontunkból, mint villamos vontatás szempontjából ez teljesen mindegy. A nagy feszültségű hálózatra feltranszformálva villamos energiát eljutunk a vontatási transformátor állomásokig, ahonnan a vasúti felső vezeték rendszeren keresztül juttatjuk el a megfelelő pontokra, vagy előfűtő telepekre, vagy vasúti energiaellátási pontokra, illetve a mozdonyokra a villamos teljesítményt, amelyet igényelnek az egyes berendezések. A MÁV ZRT-ről csak néhány adat, hogy vontatási alállomásokból mennyi található, az 38 darab jelen állás szerint. Felső vezeték hálózatuk 6900 km, ebből körülbelül 2700 km villamosított vasútvonaluk van. Ugye a körülbelül szót azért használtam, mert ez gyakorlatilag nem azt mondom, hogy hétről hétre, de hónapról hónapra változhat, hiszen az Észak-Balaton vasútvillamosítás is most folyik. Tehát ez a villamosított vasútvonalhoz ez várhatóan nőni és nőni fog a elkövetkező években és évtizedben. 75 ezer darab oszlopról beszélünk, 420 ezer szigetelőről, tehát ez egy igen nagy és robosztus villamosenergia rendszer, egy speciális villamosenergia rendszer. Magyarország energia felhasználásának körülbelül 1,5%-át teszi ki a villamosvontatás, a nagyvasúti villamosvontatás jelenállás szerint. Ezen a képen látható magyarországi villamosított vasútvonalak, körülbelül 2016-os ez az ábra, frissebb és újabb nem volt jelenállás szerint. Amit el lehet róla mondani, a GESEF hálózatának körülbelül 90%-a villamosított vasútvonal, a MÁV hálózatának pedig körülbelül jelenállás szerint 38%-a villamosított. Ezen az ábrán pedig Magyarország még villamosítandó vasútvonalai vannak feltüntetve. Jól látható, hogy az Észak-Balatonnál is húzódik egy piros vonal egészen Tapolcáig. Ugye az Észak-Balatoni vasútvillamosításnak két üteme van. Első ütemben Balatonfüredig terjed a villamosítás, és második ütemben pedig Balatonfüred és Tapolca között fog megvalósulni, remélhetőleg ebben az évtizedben a vasútvillamosítás. Aztán persze több piros vonal is van, a piros vonalak jelzik a villamosítandó vasútvonalakat. Szerencsés sátorolóhely között Észak-Magyarországon látható egy vonal, ez a vasútvillamosítás már befejeződött a tavalyi év során, az ellenőrző mérések, illetve az üzembehelyezés is megtörtént már a tavalyi év során, úgyhogy azt a piros vonalat már átfesthetnénk kékre. És miért pont villamos vontatás, amiről beszélünk a mai alkalommal? Hasonlítsuk össze a dízel vontatással veszteségek tekintetében. A primer energia veszteség az kb. 60% a dízelmotor esetében. A megmaradó energiának kb. 15-20% a vontatójármű hajtáslánc vesztesége, és így a primer befektetett energiából mindösszesen 20% hasznosul magán a kerékkerületi vagy kerékkerületen. Ugye ezt nevezik kerékkerületi hatásfoknak. Ha a villamos vontatójárműnél megnézzük ugyanezt a tendenciát, akkor a befektetett villamosenergia mennyiségéből kb. 15-20% elvész az alállomásokon és a felső vezetékrendszeren, további 15-20% a vontatójármű hajtásláncán keletkezik veszteségként, és a befektetett primer villamosenergiából kb. 60% marad, amely hasznosul a kerék kerületén. Tehát itt jól látszik a különbség a dízel és a villamos vontatás hatásfoga között. Teszem hozzá, hogy a villamos esetben természetesen a primer energiából villamosenergiát az erőművekben nyerünk. Ennek a hatásfoka erőmű típustól függően változhat, tehát ilyen szempontból a direkt összehasonlítás képét azért árnyalja az, hogy a villamosenergiát valamilyen forrásból elő kell állítanunk. Természetesen, hogyha megújuló energiákról beszélünk, akkor ez a hatásfok nagyon jó is lehet. Úgyhogy hát nagyjából ez a tendencia, és ezért használunk villamos vontatást minél inkább. Természetesen nem csak maga a hatásfok az, amiért villamos vontatást használhatunk.
gazdasági oldala is van, mint mindenki, minden műszaki területnek ugye van egy gazdasági vonatkozása, amelyet nem szabad elfelejteni. Tehát a villamos üzem részarányának növelésének az alábbi 5 indokát sorolhatjuk fel. A villamos vontatás költséghatékonysága a hazai árviszonyok mellett jelenleg mintegy 5-ször nagyobb, mint a dízelvontatási, ez az első ok. A másik ok a hazánkban és a világban egyaránt megfigyelhető folyamatos energiaár növekedés miatt, bár jelen állás szerint nálunk stagnál a villamosenergia ára az utóbbi néhány évben, de itt egy hosszabb horizontról beszélünk, vagy szól ez a bekezdés. Tehát az energiaár olló tovább nyílik, a villamosvontatás árelőnye folyamatosan nő ennek következtében. Az energiaárak alakulásának elemzése pedig azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedekben a villamosenergia árelőnye állandósult a dízelolajjal szemben. Ugye elég hektikusan változik az utóbbi időben a dízelolaj ára, a villamosenergia viszonylag stagnál az elmúlt 4-5 évben, de ez a kijelentés továbbra is valid az elmúlt évtizedekre vonatkoztatva. A megújuló energiaforrások nagyobb részarányban hasznosíthatók. Ugye a MAVIR előrejelzése alapján 7000, illetve 12000 megawatt megújuló energiatermelő fog rendszerbe állni az elkövetkező néhány évben, elkövetkező egy évtizedben. Tehát a megújuló energiaforrások részaránya jelentősen fog nőni Magyarországon. Tehát ennek a hasznosulása, illetve itt a hatások az előző diára visszanyúlva egyre inkább jobb lesz, és ennek következtében ez az árelőny erősebb lesz. De a visszatáplálásos féküzemi energia pedig jó hatásfokkal hasznosítható. A jelenlegi korszerű vontató járművekkel ez a visszatáplálásos fékezés ez megoldható. Ennek következtében ugye a tápszakaszon keletkező visszatáplált energiát a tápszakaszon szintén jelenlévő más vontató járművek tudják hasznosítani, tehát ezáltal az összhatásfoka a villamos vontatási rendszernek jobb tud lenni. Hát, hogyha megnézzük a visszatáplálással kapcsolatos veszteségeket, ugye van a betáplált energia, az átviteli veszteség viszonylag kis rész, a fogyasztók fogyasztanak valamekkorát, és a fogyasztó visszatáplálással kb. Olyan 10-21% közti arányt tud más fogyasztók számára biztosítani, tehát ez az, amelyet már nem kell felvennünk a hálózatból, ezáltal az átviteli veszteséget tudjuk csökkenteni. Ezek MÁV ZRT által, Technológiai Központ által végzett mérések alapján jelenthető ki, illetve tényadatok. Taurus mozdony esetén ez kb. 10-11%-os megtakarítást jelent, és az elővárosi forgalomban közlekedő motorvonatoknál akár ez ilyen 20-21%-os energia megtakarítást is jelenthet, tehát ez már jelentős mértékű ilyen esetben, és ezt nem hanyagolhatjuk el. Jogos a kérdés, hogy miért nincs villamos üzem mindenhol. Hát a válasz az 3 pontba sorolható. Az egyik a villamosvontatás üzem bármely vonal esetén gazdaságos a dízel üzemhez képest, viszont a villamos üzem bevezetése a járműbeszerzéseken túl természetesen helyezkötött berendezések, transformátorállomások, felsővezeték, fix fogyasztók létesítési és üzemeltetési költségeit pedig valamilyen formában biztosítani kell. Tehát ez az egyszerű beruházási költség, ez azért nem elhanyagolható mértékű, természetesen a megtérülésnél ezt figyelembe kell venni. Ezért ugye a villamos üzem egy adott vonalra történő bevezetése körültekintő vizsgálatokon kell, hogy alapuljon, mind műszaki, mind pedig gazdasági vonatkozás tekintetében. A szállítási igény mind a gyorsaság, mind a teherforgalom, mind a követési távolság függvényében egyre inkább azt igényli, hogy megnövekedett villamos vontató jármű teljesítményekkel szolgáljuk ki mind a teherszállítást, mind a személyszállítást. Ez azt eredményezi, hogy nagyobb egységteljesítményű vontató járműveket alkalmazunk a hálózaton. Ennek egyenes következménye az, hogy a megnövekedett villamos igénybevételt valamilyen módon ki kell szolgálnunk a vasúti vontatási rendszerrel. Tehát olyan vasúti vontatási rendszereket kell létrehozni, amely mind gazdasági szempontból, mind pedig műszaki szempontból megfelel a növekedő igényeknek. Ugye az ábrán ez látható,
hogy a szállítási igény, ahogy nő, egyre inkább korszerűbb és nagyobb egységteljesítményű mozdonyokat, illetve motorvonatokat állít üzembe mind a GYESEV, mind pedig a MÁV ZRT ennek következtében. Ugye mind a gyorsításnál jelentkező impulzus jellegű nagy teljesítményigényt tudni kell fedezni egy vontató vagy vontatási felsővezeték hálózatnak. Illetve hát az elővárosok esetén valamivel nagyobb az egységteljesítménye például a flirt motorvonatoknak, vagy a csatolt flirt motorvonatoknak, viszont a követési távolság, illetve a követési idő sűrítésével ez a teljesítményigény nőhet. Úgyhogy ezért fontos kérdés ez, hogy olyan villamos felsővezeték hálózatot tervezzenek, amely ezt az igényt ki tudja elégíteni. Jó, hát gyakorlatilag ebben a diában foglaltam mindössze azt, amit az előbb elmondottam. Úgyhogy a villamosvontatási rendszer elemeire, az energiátviteli utat biztosító felsővezetékre úgy kell gondolnunk, hogy úgy kell megtervezni, mint építő elemet, hogy kiszolgálja ezt a megnövekedett teljesítményigényt. Ugyanígy a kapcsolókészülékekre is vonatkozik, illetve a betáplálás biztosító villamosvontatási transzformátor állomásokra is. Röviden tekintsük át, hogy milyen villamosvontatási rendszertípusok vannak, és az előadás második, vagy hátramaradó részébe pedig az Észak-Balatonnal kapcsolatos konkrét tervezési feladatot és konkrét kivitelezés részleteit fogom bemutatni. Hát két nagy típusa van a villamosvontatási rendszereknek, az egyik az egyenáram, a másik pedig a váltakozó áramú rendszer. Hangsúlyozom, hogy nagyvasúti villamosvontatásról beszélünk. A váltakozó áramú rendszeren belül több altípus van, a 15 kV-os 16-2/3 Hz-es rendszer, 25 kV-os 50 Hz-es hagyományos, áramvisszavezetővel kiegészített hagyományos egyszer 25 kV-os rendszer, vagy kétoldali táplálású 25 kV-os rendszer, booster transformátoros egyszer 25 kV-os rendszer, vagy az autótranszformátoros rendszer, amelyről egy picit bővebben fogok beszélni, illetve lehetnek vegyes vagy különleges vontatási rendszerek is. Az európai villamosvontatási feszültségek és tartományok láthatók az alábbi táblázatban. Ez csak felsorolási jelleggel tartalmazza azokat a 1 kV-nál kisebb vontatási rendszereket is, mint például a villamos vagy troli buszok. Úgyhogy ezzel nem rabolnám az idejüket. Röviden nézzük meg, hogy milyen villamosvontatási rendszerek vannak Európában. Látható, hogy pirossal jelölt az a terület, ahol 25 kV-os egyfázisú vontatási rendszert alkalmaznak, kékkel, sötétkékkel a 15 kV, 16-2/3 Hz-es vontatási rendszer elterjedt, van 3 kV és 1,5 kV egyen feszültségű vontatási rendszer Európában, jelenállás szerint is. Érdekes megfigyelni azt, ahol 1,5 kV-os vagy 3 kV-os vontatási rendszer van, például Spanyolország vagy Franciaország, vannak piros vonalak is, amelyek 25 kV-os vontatási rendszer tartalmaznak. Tipikusan ezek a TGV vagy gyorsvasúti vonalak, ahol nagy teljesítményigényre van szükség, az már nem szolgálható ki 1,5 kV vagy 3 kV egyenfeszültségű rendszerrel, ezért az áttérés az általában már nem is az 1x25 kV-os, hanem a 2x25 kV-os autótranszformátoros rendszerre esik, annak az előnyei miatt, ezeket majd részletesebben meg fogjuk nézni a későbbiekben. Tehát van egy tendencia, hogy a 3, illetve a 1,5 kV-os DC vontatási rendszert valamikor a kezdetekkor találták ki, az kisebb energiaigényű vontatási feladatokat tud csak ellátni, innen át kell idővel térni a váltakozó áramú vontatási rendszerekre. Igazából gazdasági kérdés, hogy miért nem térünk át azonnal, hiszen a beépített eszközök értéke az azért eurómilliárdokba mérhető egy-egy vontatási rendszer esetén, tehát ezért csak fokozatosan tudnak áttérni az egyes országok. A villamos vasúti táplálási rendszerek százalékos megoszlása látható ebben a táblázatban, mind világ, mind Európa szinten. A kép az elég vegyes, DC 1,5 kV, az kb. 7-8% között van, mind a világ, mind Európa viszonylatában. A 3 kV-os rendszer az már több mint egy harmada,
mind Európában, mind pedig a világon. A 15 kV 16 2/3 Hz, az körülbelül 14% a világban, és majdnem 1/3 Európában, és az AC 25 kV-os rendszer, ebben beleértve az egyszer és a kétszer 25 kV-os rendszert is, ez a világban olyan 40% környékén van, és Európában körülbelül 24%, és vannak ettől egyéb eltérő feszültségű vontatási rendszerek, azok viszonylag elnyagolható mértékűek. Nézzük az egyszer 25 kV-os 50 Hz-es rendszert, ezt általában BTRR-nek nevezzük. Hogy is néz ki a nagyvasúti villamosvontatási rendszer? Hát egyáltalán a célja az, amint említettem korábban, hogy a teher és a személyszállítással összefüggő villamosüzemű vontatási módot biztosítsa a vontató járművek számára. Ehhez kapcsolódik egy transzformátorállomás és egy felső vezetékrendszer a SIN rendszerrel együtt, amelyen maga a jármű fut. Újabb meghatározás szerint ugye van egy energiaellátási alrendszer, illetve egy jármű alrendszer, ez a nemzetközi trendeknek megfelelően, illetve nemzetközi előírásoknak megfelelően a kölcsönös átjárhatósági kritériumokban közzétett dokumentáció szerinti megnevezések. Tehát az energiaellátási alrendszer nem jelent más, mint mindazokat a helyhez kötött létesítményeket, amelyek a villamos vontatójármű nagyfeszültségű egyfázisú energiaellátásához szükségesek. Maga a jármű alrendszer pedig mindazok a mobil berendezések, amelyek az energiaellátási alrendszerből vételezett villamos energiát mechanikai energiával alakítva lehetővé teszi a jármű vagy a vonat mozgatását. Hogy néz ki az egyszer 25 kV-os rendszer, milyen a felépítése? A háromfázisú közszélú villamosenergia hálózatra csatlakoznak a vontatási transzformátorállomások. Annyiban speciálisak a transzformátorállomásokban alkalmazott vontatási transzformátorok, hogy ezek egyfázisúak, és a primer oldalán pedig a háromfázisú villamosenergia rendszer két fázisok közé csatlakozik, tehát vonali feszültséget kap, ezért 120/25 kV-os, vagy újabban 126/27,5 kV-os transzformátorokat alkalmaznak. A szekunder oldalon pedig a tápvezetéket és a vontatási felső vezetéket táplálja ez a vontatási transzformátor, a másik ága pedig a vágányhálózathoz, illetve a földhöz kötött, és így a villamos vontató jármű 25 kV-os feszültségről üzemel. Ez egy egyvágányú pálya elrendezését mutatja, a tápvezeték és a vontatási felső vezeték pedig a vasútállomásokban, a kapcsolókertekben van párhuzamosan kötve egymással. Ez az egyszer 25 kV-os táplálási rendszer általános rajza. Itt látható egy néhány elnevezés, tehát a villamos vontatási alállomás mint energiaellátó szerepel, az energiakitáplálási út pedig maga a vontatási felső vezetékhálózat, ezen keresztül kapja meg a vontatójármű a megfelelő villamosenergiát, és az áramvisszavezetés az pedig a sínhálózaton és a földön valósul meg, ugye ez egy földvisszavezetéses rendszer, eltérően a DC vontatási rendszertől, amelyet városon belül alkalmazunk, például hév és metró való és villamos, ahol a SIN rendszer az szigetelt magától a földtől. Itt viszont ugye ennek hátránya is van az egyszer 25 kV-os rendszernek, hogy a visszafolyó áram a transzformátor állomásig mind a SIN hálózaton, mind pedig a földön keresztül záródik, és ez problémát okozhat, a környező vonalas létesítményekbe feszültséget indukálhat be, tehát ezzel számolni kell minden egyes új vasútvillamosítási projektben. Jó, hát ebben a kontextusban a villamos mozdonyok meg a motorvonatok nem mások, mint fogyasztók. És hát az áramvezetés útat pedig az előbbiek szerint megbeszéltük. Milyen jellemzői vannak az egyszer 25 kV-os vontatási rendszernek? Hát a legnagyobb előnye, hogy a közcélú hálózatra csatlakozik, és nem igényel speciális átalakítást, mint ahogy mondottam, egyfázisú transzformátorokkal oldják meg a villamosenergia átalakítását 25 kV-os vontatási feszültségén. Hátránya viszont, hogy aszimmetria jön létre a nagy feszültségű hálózaton, a közcélú nagy feszültségű hálózaton,
az egyfázisú vonalú feszültségre kapcsolt transzformátor miatt. Másik hátránya, hogy a mozdonyokon alkalmazott egyenirányítás, vagy egyenirányítók következtében, vagy más típusú mozdonyok esetén, tiroszteres egyenirányítók esetén, újabban pedig a frekvenciaváltós hajtások miatt felharmonikusok keletkezhetnek. A újabb típusú mozdonyoknál természetesen ez a felharmonikus szűrés már elég jól megoldott, és ott ez nem szennyezi a villamos hálózatot. Azonban további hátránya ennek a rendszernek, hogy a teljes vontatási áram, az a sín és a föld rendszerbe kerül vissza a transzformátor állomásba, ez pedig egy nagy induktív hurkot eredményez, amely beindukál zavarfeszültségeket a vasútvonala párhuzamosan haladó vonalas létesítményekbe, például kis feszültségű hálózatba, gázhálózatba, vezeték, egyéb vezetékhálózatokba, távközlő hálózatokba, és még a kerítésekbe is. Tehát ezeknek a védelméről gondoskodni kell minden egyes esetben. És hát a problémát ez szokta általában okozni. Az áramképről csak röviden, ugye egy egyfázisú, egyszer 25 kV-os vontatási rendszer esetén. Ugye, mint mondottam, a tápvezeték és a felső vezeték a vasútállomásokon össze van kötve, a kapcsolókerteken keresztül. Körülbelül a tápvezeték és a felső vezeték között fele-fele arányba oszlik meg a vontatási áram. Ezt a vontatási áramot felveszi maga a vontató jármű, és a vasút vagy a sínhálózaton és a földbe pedig visszafolyik a tápláló transzformátor állomás felé. Egyvágányú pálya felépítéséről csak nagyon röviden. Ugye a magyarországi felső vezeték rendszer jellemzői három fő alkotó elemből állnak, az egyik a munkavezeték, amelyhez tartozik a tartósodrony, vannak a függesztők, amely a tartósodronyt és a munkavezetéket kötik össze, illetve van táv vagy megkerülő vezeték, amely utóbbi időben már 240 négyzetmilliméterre HST sodrony szokott lenni. Jobb oldalon látható egy keresztmetszet, amelyen egy mozdony látható, annak az áramszedője, felette az áramszedő csatlakozik magához a munkavezetékhez. A tartósodronyt és a munkavezetéket, mint említettem, a függesztők kötik össze, és látható jobb oldalon fent a 240 négyzetmilliméter ACSR vagy ASC sodrony, amely ugye a vasútállomásokon direktbe össze van kötve magával a munkavezeték rendszerrel. Ugye általában a munkavezetéket, a tartósodronyt és a függesztőt szoktuk felső vezetékrendszernek nevezni. Kétvágányú pálya esetén annyi a különbség, hogy nincsen megkerülő vezeték, nyílt vonalú pályán. Mint mondottam, a problémát az okozza általában az egyszer 25 kV-os rendszernél, hogy a földbe visszafolyó áram miatt a nagy hurok indukált feszültséget hoz létre a környező létesítményekbe. Ezért megpróbáljuk csökkenteni valahogy ezt az áram kilépést a talajba. Erre való az áram visszavezetővel kiegészített egyszer 25 kV-os rendszer. A kapcsolás az viszonylag egyszerű. A felső vezeték rendszerre párhuzamosan elhelyeznek egy áram visszavezető sodronyt, amely bizonyos távolságonként össze van kötve a sínrendszerrel. És mivel a felső vezetékhez ez az áram visszavezető sodrony közelebb van, mint maga a sín, ezért a szorosabb induktív csatolás miatt az áram visszavezetőben jelentősebb mértékű áram fog folyni. Ezáltal csökkentjük azt az áramhányadot, amely a földbe folyna vissza a transzformátor állomás felé. Tehát, hogyha csökkentjük ezt az indukáló áramot, akkor ezáltal a környező létesítményekben indukált feszültség is fog csökkenni, tehát jobban be tudjuk tartani azokat a műszaki korlátokat, amelyekkel létesülhet egy új vasúti rendszer. Jó, hát az áram visszavezető elhelyezése látható, hogy a tápvezeték környékén, illetve a munkavezetők környékén található. Itt a tápvezeték alatt van a föld visszavezető elhelyezve, pont azért, hogy ez egy olyan geometriai hely, hogy a tápvezetéktől és a munkavezetéktől is, illetve a tartósodronytól annak a geometriai középpontjában, annak környékén helyezkedik el, tehát ezáltal is azt okozva, hogy a földáram visszavezetőben minél nagyobb áramhányat folyjon vissza.
Hát nagyjából itt le van írva, nem szeretnék a unalmas részletekbe belemenni, de ezzel a megoldása körülbelül, körülbelül 15-20%-kal csökkenthető a földbe visszafolyó áramhányad, tehát ennyivel csökkenthető az a zavar feszültség, amely létrejön a környező létesítményekben. Autótranszformátoros rendszerre térjünk át. Tehát az autótranszformátoros rendszernek az az előnye, hogy csökkenti a földben folyó áramhányadot jelentős mértékben. A tápszakaszon 50 kV-on juttatjuk el a villamos energiát magáig a mozdonyig, és csak a mozdony közvetlen közelében alakítjuk vissza 25 kV-tá. Ezáltal a feszültség növekedésével ugyanolyan vontatási teljesítmény mellett az áram körülbelül feleződni fog, ezáltal a veszteségünk negyed annyi lesz, és a feszültség esésünk a tápszakaszon pedig körülbelül felére fog csökkenni. És mindemellett, ahogy említettem, a zavaró áram, vagy az indukálást okozó földáram is jelentős mértékben fog csökkenni a sűrű autótranszformátor elhelyezések miatt. Ezt mindjárt fogjuk látni a következő képernyőn, hogy ez hogy néz ki. Tehát ez az autótranszformátoros rendszer nem más, mint az 1x25 kV-es rendszernek a továbbfejlesztése, mégpedig úgy, hogy az előnyeit hangsúlyozzuk ki, és próbáljuk elnyomni a hátrányait az 1x25 kV-os rendszernek. Hogy épül fel egy autótranszformátoros rendszer? Ennek két alaptípusa van általában. Attól függően, hogy a fő transzformátor, amely a vontatási transzformátor állomásban található, 120x25 vagy 120x50 kV-os. Ez az első eset, ez 120x25 kV-os fő transzformátort eredményez. Látható, hogy a tápvezeték és a vontatási felső vezeték között ez a sötét kékkel jelölt AT állomások vannak. Ezek kis egység teljesítményű, általában ilyen 4 megawatt teljesítményű autotranszformátorok, amelynek egy tekercs rendszere van, vagy egy tekercse van. Ennek van egy közép megcsapolás, ez a közép megcsapolás van a vágányhálózathoz összekötve, amely végig földelt, és a két végpontja között pedig mérhető az 50 kV potenciál különbség, ugye a tápvezeték és a vontatási felső vezeték között 50 kV van, viszont a tápvezeték és a föld, vagy a vontatási felső vezeték és a föld között mindössze 25 kV van, ugye plusz-minusz 25 kV-ról beszélünk, tehát ugyanazok a vontató járművek továbbra is alkalmazhatóak az autótranszformátoros rendszerben, mint ami az 1x25 kV-os rendszerben, azonban az előbb felsorolt előnyök miatt ez sokkal kedvezőbb feszültséges és hálózati veszteséget eredményeznek, illetve az indukáló hatásról nem is beszélve. A másik megoldás az, amikor a főtranszformátor 120x50 kV-os, ekkor csak az változik meg, hogy hová kötjük ezt a 50 kV-os tekercsét, hogy az 50 kV-ot közvetlenül az autótranszformátor két végpontja közé kötjük be. Az autótranszformátorok ugyanúgy le vannak földelve a közép megcsapolásba a sínhálózathoz. Az autótranszformátorok elhelyezési helye általában ilyen 3-5, max. 10 km szokott lenni. Nyilván ezek kisebb egységteljesítményűek, jóval olcsóbb transzformátorokról beszélünk, és egyszerűbb kialakításúak, mint a főtranszformátor. Ez azt eredményezi, hogy körülbelül a nagy transzformátor állomásokat körülbelül kétszeres távolságra vagy háromszoros távolságra tudjuk elhelyezni, ezáltal ugye költséget tudunk megtakarítani. Másik oldalról természetesen az autótranszformátorok is költséggel járnak, tehát ezeket is ki kell építeni, de lehet egy olyan optimális megoldást találni, amely költséghatékonyan üzemeltethető és építhető, kivitelezhető. Magyarországon az egyes típusú van, majd azt látjuk a következő képen, és ennek az idealizált áramképét látjuk, mind a 120x50 kV-os főtranszformátor esetén, mind pedig a 120x25 kV-os főtranszformátor esetén látható az idealizált áramkép. Ebből azt kell látni gyakorlatilag ebből a bonyolult ábrából, hogy az 50 kV-os feszültség szinten relatív értékben fele akkora áram fog folyni a felső vezetékhálózaton. Ez a korábban említett feszültséges és a felére csökkenti az áram által okozott teljesítményveszteséget pedig negyedeli. És csak abban a szakaszban, ahol
a vontatójármű tartózkodik, tehát két autótranszformátor között alakítjuk vissza 25 kV-tá ezt a vontatási energiát. Ez ennek a legnagyobb előnye. Az, hogy hová helyezzük el ezeket az autótranszformátorokat, az sok mindentől függ. Függ a vontatási teljesítményigénytől, függ attól, hogy a környező vasút mellett futó távközlőkábelek, egyéb vonalas létesítmények, földgázszállító vezetékek és kerítések, vagy kisfeszültségű rendszerek mit igényelnek, minél közelebb tesszük egymáshoz ezeket az autótranszformátorokat, annál kevésbé lép ki a földbe vagy a talajba a vontatási áramhányad, tehát ezáltal csökkenthetjük még inkább az indukáló hatást. Majd erről még fogunk beszélni egy kicsit később. De gyakorlatilag itt csak az van leírva sűrű karakterekkel, amelyet az előbb elmondtam. Hol alkalmazunk Magyarországon autótranszformátoros rendszert? Jelen állás szerint a Dél-Balatonon és annak környékén láthatóan. Most az Észak-Balaton részbeni villamosításával már a háromnegyed része a Balatonnak autótranszformátoros rendszerre lesz villamosítva, és remélhetőleg 2025-ig megvalósul a második szakasza is ennek, és akkor Balatonfüred és Tapolca között is kiépül a autótranszformátoros rendszer, ez a terv, és utána már csak Tapolca és Keszthely között kellene bezárni a kört, és akkor a Balaton teljes mértékben körüljárható lenne villanygéppel. Hát akkor térjünk rá ennyi unalmas mese után az Észak-Balaton vasút villamosítására. Az Észak-Balatoni vonalat 29-es számú vonalnak nevezzük, és ennek a villamosítására sikeres közbeszerzési pályázat után 2018. októberében létrejött az Észak-Balaton 2018 konzorcium, amelyet a Vasútvill Kft. És az Aircord Kft. Alkotott, és ők egyben a tervezők és a kivitelezők is. A beruházás összege kb. 23 milliárd forint. Beszélünk itt 46 km vágányhoz van a sebességkorlátozások megszüntetéséről, a vágányhálózat fenntartási szabályozásáról, négy állomás vágányhálózatának átépítéséről, összesen 55 kilométeres vonalszakasz villamosításáról, 5 vasútállomáson a jelfogófüggéses biztosító berendezés átalakításáról, és hát az első szakaszban, mint ahogy mondtam, kiépül Balatonfüredig a villamosított vonalszakasz. Ez azt fogja eredményezni, hogy Székesfehérváron már nem kell mozdony cserélni, hogyha valaki az Észak-Balaton felé veszi az irányt. Ez önmagában kb. 15 perces menetidő csökkenést jelent majd. Ettől jelentősebben kisebb menetidővel nem tudunk számolni, azért, mert eléggé kanyargós, szűk ívekkel szabdalt az Észak-Balatoni vasútvonal, tehát ott ettől jelentősebb menet idő csökkenést nem fognak tudni elérni, még akkor sem, hanem ha korszerűbb vontatási rendszert alkalmazunk, de ez a 15 perc már önmagában is elég szerintem elég vonzó. Jött a második ütem, az pedig a Balatonfüred Tapolca lesz, mint mondottam 2025-ig elvileg bezárólag teljes szakaszon villamosüzemű szerelvények közlekedhetnek majd, és szállíthatják az utasokat. Arról még nem beszéltem, hogy a kivitelezés befejezésének mi lesz a várható időtartama. Azt ígérték, hogy 2021 nyarára, augusztusára ez el fog készülni, és akkor már az utazó közönség igénybe veheti, és villanygépekkel járhat le. A korszerű flirt motorvonatokkal, vagy akár a kis emeletes motorvonattal közelítheti meg a Balatont. Hogy néz ki ez térképen? Hát Szabadbattyány állomásból van a transformátor állomás, vagy a transformátor állomás Szabadbattyány mellett található, és a betápláló fázis határa Szabadbattyán állomás után van. Ugye a piros vonal az, amely jelen állás szerint villamosításra kerül, és Balatonfüreden tér véget majd a felső vezeték hálózat. A tervezés és a kivitelezés fő szakterületei, amelyeket érdemes megemlíteni, hát mind a vasúti pálya, az utasperonok korszerűsítése, átépítése, kábel alépítmények létrehozása, villamos felsővezeték megtervezése, kivitelezés természetesen, alállomási munkák, amelyekről utóbbi két pontról fogok részletesebben beszélni,
fedhet a központok létrehozása, biztosító berendezéseknek a tervezése, kivitelezése, távközlés, térvilágítás, műtárgyak tervezése, kivitelezése, építészeti munkák 5 vasútállomás esetén, és közműkiváltási, védelembe helyezési munkák, azok, amelyek a projekt terjedelmébe vannak. Itt egy rövid kép, vagy egy kis kép a Csittényhegyi alagútról, ahol a pályasüllyesztést meg kell oldani, hogy a felső vezeték rendszere elférjen a biztonsági távolságok figyelembevételével, kb. 20-30 centivel szükséges a pályasüllyesztés, és ez alá meg egy kábel alépítményt kell létrehozni. Ugye a mi feladatunk, és itt a mi alatt értem Varjú György professzor urat, Divényi Dániel kollégámat és Jónás Ferenc kollégánkat, és ez volt az a 4 tagú tím, aki a alá felsorolt 4 témakörben jelentős mértékben hozzájárult a tervezéshez, mert legalábbis remélem, hogy jó. Hát az egyik volt a vontatási rendszer típusának a kiválasztása, az, hogy most ez 1x25 kV-os vagy 2x25 kV-os rendszer legyen. A második pont az a kiválasztott rendszer menetdinamikán alapuló erősáramú szimulációja volt, mind normál, mind pedig szükségüzemben, majd erről is fogok később szót ejteni. Következő az együttműködés a távközlő vonalak zavartatás meghatározásában. Itt mint input adatot szolgáltattunk a távközlő vonalak indukáló hatását számító kollégáknak. Az utolsó pont pedig az AT-transformátor helyek és szükséges teljesítmények meghatározása, és ebből már következtetünk arra, hogy ez egy 2x25 kV-os rendszer lett, mint ahogy azt már korábban is egyébként említettem más szavakkal. Az, hogy ezeket az autótranszformátorokat hová helyezzük el, és ezeknek milyen teljesítményt célszerű beállítani, ahhoz elég részletes számításokat kellett létrehozni. A kiválasztásnál, a vontatási rendszer kiválasztásnál mit kell figyelembe venni? Hát azt, hogy biztosítani kell a villamos vontató járművek által igényelt teljesítményt. A teljesítmény igény növekedésről már beszéltünk, és hát minden egyéb műszaki követelményt, amelyet az Európai Unió Bizottsága által létrehozott kölcsönös átjárhatósági követelmények, illetve a vonatkozó szabványok, rendeletek tartalmaznak, mind magyar, mind pedig nemzetközi viszonylatban. Második fontos pont egyébként az épített környezet számára ne okozon elviselhetetlen zavarást. Erről beszéltem, hogy a környező létesítményekben, gáz, villany és távközlő vezetékekben, illetve kerítésekben ne okozon problémát. És a harmadik, a beruházó számára nyilván a legfontosabb, hogy gazdaságos legyen a létesítése és végül az üzemeltetése, az pedig az üzemeltető számára eléggé kritikus pont szokott általában lenni. Itt érdemes megjegyezni azt, hogy a Balaton déli és északi oldalán elég sűrű lakott területen közlekedik maga a vonat, illetve húzódik maga a vasút. Ezért ugye a vasút közelében vele párhuzamosan korábban fektetett kábeleken és kisfeszültségű hálózatokon, illetve a Tihanyi félszigeten lévő szeizmológiai állomáson és a kerítésekben nagymértékű befolyásolás történhet. Ezért nem lehet más a rendszer ezen környezetben és ezen környezeti okok miatt, mint a 2x25 kV-os rendszer. Tehát ezt 1x25 kV-os rendszerbe képtelenség lett volna megoldani. A Dél-Balaton kapcsán volt részletes számítás erre, a kisfeszültségű hálózatot át kellett volna nagymértékbe építeni, hiszen az 1x25 kV-os rendszer, és ott még kisebb teljesítményű mozdony egységteljesítményekkel számoltak a kollégák, ott 20-30 voltot indukált volna be a kisfeszültségű hálózatba a 230 volt mellé, tehát ez nyilván elfogadhatatlan lett volna. Az az átépítési költség pedig nem elhanyagolható mértékű lett volna, amely a kisfeszültségű rendszer átépítését igényelte volna. Hasonlóan nagy mértékű beruházást igényelt volna a távközlő vonalak átépítése. Tehát ebből tanulva, illetve hát a szeizmológiai állomásnak a megléte, amely az összeurópai szeizmológiai hálózatnak a része, egyértelműen a 2x25 kV-os rendszer irányába hatott. Hát ezeket mondtam el az előbb, itt összefoglalva láthatják a
leírásban. Hát a villamos felső vezeték rendszerről tényleg csak röviden, ezt már láthattuk korábban egy másik megoldásban, egy másik dián. A villamos energia áramlás irányát láthatjuk itt, zölddel, ugye a villamos energia áramlás iránya maga a vontatójármű felé. Látható egyébként, hogy két autótranszformátor között helyezkedik el maga a villamos vontatójármű. Az energia nagyobb részét azt a tápállomás felől zölddel, vastag nyíllal láthatjuk. Ugye az átalakítás az az autótranszformátorokon történik, és nem csak a mozdony mögötti főtranszformátor felől kap villamos energiát, hanem a mozdony előtt lévő másik autótranszformátor felől is kap villamos energiát, ugye ennek ez az előnye, és ezt kell figyelembe venni. Tehát gyakorlatilag itt hurokáramok alakulnak ki ebben az esetben, és a simbe kilépő áramnak is egy része visszafelé indul el, egy másik része pedig előre irányba indul el, és úgy a negatív tápvezetéken, amely itt mínusz 25 kV feeder nevet viseli, ez negatív tápvezetéknek nevezett, ezen keresztül záródik az áram. A 225 kV-os rendszer esetén, ugye már megneveztem az előbb, van egy pozitív és egy negatív tápvezeték, amely táplálja magát az autótranszformátorokat. Ugye ez hogy helyezkedik el egy egyvágányú pálya esetén? Ugye ilyen egyvágányú pályáról beszélünk az Észak-Balaton esetén is. Az oszlopon elhelyezésre került a munkavezeték és a tartósodrony. A pozitív tápvezeték az egyik csúcs, ban helyezkedik el, a negatív tápvezeték pedig a külső oldalon. Az Észak-Balatonnál fordított a helyzet, ott a tápvezeték, a pozitív tápvezeték van a külső oldalon, és a negatív van a belső oldalon. Egy erős áram szimulációnak mit kell tartalmaznia? Azt mondtam, hogy normál üzemre és szükségüzemre vizsgáltuk a teljes tápszakasznak az energiaigényét. Ha tudjuk az energiaigényét, akkor tudjuk, hogy milyen feszültségviszonyok és milyen áramviszonyok alakulnak ki a tápszakasz teljes hosszán. Erre lehet méretezni, erre nyilván vannak követelmények, amelyeket be kell tartani a tervezés során. Itt csak egy példát hoztam, hogy hogyan alakul a 0-24 órás időtartamba az Észak-Balatonnak a teljesítményigénye egy adott elrendezés esetén. Szándékosan nem egy teljesen igaz görbét hoztam, ehhez hasonló görbék alakultak ki. Tehát itt láthatjuk, hogy van egy éjszakai minimum, amikor csak a fix fogyasztók, például a váltófűtés vagy előfűtőtelep, ha lenne, ez fogyasztana, vagy azok a transformátorok, amelyek helyezkötötten üzemelnek, és itt van egy minimális energiafogyasztás, majd ahogy közeledik a hajnal és elindulnak a vonatok, elindul a menetrendnek megfelelően, ott kialakul ugye az a teljesítmény felvétel az adott tápszakaszra. Ez a teljes tápszakaszt jelenti egyébként Szabadbattyán és Balatonfüred között. Láthatóak periodicitása ennek a teljesítményigénynek, annak következtében, hogy a menetrend is periodikus és ütemes menetrend van, amelyre a számításokat végeztük. Hát itt 5 perces maximum, 15 perces maximum értékek és 120 perces, illetve 120 perces maximális értékek láthatóak. Ezek különböző tervezési okok miatt vannak így átlagolva. A transformátor teljesítmény tervezéséhez szükséges mind a három átlagérték, és hát a 120 perces átlag maximum az a tervezési érték, amellyel számolnunk kell. Tehát látható, hogy itt kicsivel 4 megawatt teljesítményigény fölött vagyunk ennél a tápszakasznál. Hoztam egy másik példát az erős áram szimuláció kimenetéből, ez pedig a transformátoron, és mégpedig a főtranszformátoron keresztül folyó áram abszolút értékét láthatjuk itt. Természetesen ennek van egy wattos és egy meddő összetevője is, ennek az abszolút értékét láthatjuk itt. Ezek a tüskeszerű kiszökellések ezen az ábrán nem mások, mint az egyes vonatok általi gyorsításkor felvett teljesítményigénynek megfelelő áramnövekmények.
és maga a diagram az másodperces bontásban készült. És ezáltal meghatározható az, hogy az egyes áramvezetőkön mekkora áram folyik át, nyilván ez szétosztható, ez egy összefoglaló ábra, mégpedig a transzformátoron átfolyó áramról. Ez 27,5 kV-ra értendő. Vizsgálandó az is egy erős áramú szimulációnál, hogy a tápszakasz legnagyobb feszültségesése mekkora. Itt limit feszültségek vannak megadva, amelytől nagyobb nem lehet a feszültségesés. Ez a limit feszültség 8500 volt, itt pirossal van behúzva, szaggatottan, illetve 10 kV, ez pedig magenta színnel van behúzva az ábrán. Látható, hogy a feszültségesés az messze elmarad a határértékek alatt, tehát ilyen szempontból biztonságos üzemet várunk el az Észak-Balatoni vasútvillamosítás befejezte után a villamosvontatástól. Említettem már az autótranszformátorok telepítési helyét, ehhez külön szimulációs számításokat kellett végeznünk, együttműködve a távközlő hálózatok indukáló hatását, számítását végző kollégával, hiszen figyelembe kellett venni a teljes tápszakasz menti Telekom és Invitel által üzemeltetett távközlő hálózatokat, és azokba indukált feszültséget. Ez elég aprólékos és részletes számítást igényelt, hiszen minden érintett távközlő vonalat le kellett képezni, és meg kellett határozni a köztük lévő kölcsönös csatolást minden egyes variációra. Limitált volt az autótranszformátor állomások száma, végül 9 darab AT-transformátor került telepítésre, láthatóak, hogy hol, rögtön Szabadbattyánnál 2 darab van, 2 darab AT-transformátor. Ez azért szükséges, itt 2 darab 4 megás transformátor van párhuzamosan kapcsolva, hiszen ennek a AT-transformátor párnak kell az egész tápszakaszra átalakítani azt a teljesítményt, amelyet a vontató járművek igényelnek. Különlegessége a rendszernek az, hogy elég hosszan, egészen Csajágig nincsen autótranszformátor, ez ilyen 12 km környékén van, majd utána Kenesén van, Balaton Fűzfőn, Balatonalmádinál, Alsóörsön, Csopakon és Balatonfüreden egy-egy 4 megawattos autótranszformátor elhelyezve. Ez egy iterációs folyamatnak a végeredménye, amit itt látunk, mind távközlő hálózatokra gyakorolt hatás szempontjából, mind pedig energiaigény és energiaellátás szempontjából optimalizált elosztási rendszer alapján készült ez az autótranszformátor kiosztás, és itt épülnek meg. Egy ilyen autótranszformátort láthatunk itt a már egyik telepített helyszínen. Ebben lakozik az a autótranszformátor, amely átalakítja a 50 kV-ról 25 kV-ra a vontatási energiát. Ez viszonylag kicsi, és látható, hogy közvetlenül a vasúti pálya mellett elhelyezkedő. Nyilván környezetvédelmi okokból, talán még a színén is látszik, hogy ez a sötétzöld szín beleolvad a környezetbe, hiszen nem csak műszaki szempontokat, hanem környezeti szempontokat is figyelembe kell venni egy-egy ilyen tervezés esetén, ugyanúgy, mint a madárvédelmi szempontokat a felső vezeték kialakításánál. Erre látunk jó példát a következő ábrán, ahol egy általános elrendezés látható, nyilván erre a szakaszra vonatkoztatva, amely madárvédelem szempontjából bevált módszer, hasonló megoldás, ilyen függesztett felső vezetékrendszer, ami itt látható, tehát a pozitív és negatív PL és NLL jelölt tápvezetékek függesztve vannak, tehát ilyen V alakú szigetelőkkel függesztve kerülnek fel az oszlopra. Ennek az az előnye, hogy a madár nem tud úgy rászállni, mint az álló szigetelőre, és kevésbé nagy az áramütés veszélye, ezáltal madárbarátabb a kialakítás. Ez a Sátorai Újhely és Szerencs közti vonalszakaszon lett először így alkalmazva a vasútvilla által kitalált megoldás. Hát ez egy picit távolabbról, de ugyanez a megoldás látható. A körök azok pedig a biztonsági távolságokat jelentik, ahogy a tervezők kiszerkesztették ezeket a megközelítési távolságokat. Jó, hát ez egy kétvágányú pálya részletnél, ott, hogyha ez állomási részen, és ez pedig a keretállásos
megoldás látható, ez pedig a Csitényhegyi alagútban a felső vezeték általános elrendezésének rajza. Látható a felfüggesztés, itt is ilyen vészigetelőkkel kerül majd felfüggesztésre magára maga a munkavezeték. Hát röviden csak a Balatonkenese állomásról hoztam egy példát, hogy hogy néz ki a felső vezeték kapcsolási rajza. A CL az maga a munkavezeték, a PL az a pozitív tápvezeték, az NL pedig a negatív tápvezeték. Ugye a színeken látható, hogy magán az autótranszformátor állomás az hogy van táplálva, vagy pozitív-negatív tápvezetékről táplált, illetve a kapcsoló kertben. A különböző vezetékek, azok ugye egymással összekapcsolhatók, szétválaszthatók, karbantartás, üzemvitel szempontjából ez egy fontos megoldás, részletekbe hagy, ne menjek vele. A Csitényhegyi alagút felső vezetékének kapcsolási vázlatát szintén elhoztam, ez csak szintén érdekességként szerepel itt. Milyen alállomási munkák valósulnak meg a kivitelezés során? Szabadbattyán állomásba egy új 132/25 kV-os transzformátor kerül létesítésre, amely ellátja a tápszakaszt. Ennek teljesítménye 16 megavolt amper, amely elegendő a teljes tápszakasz teljesítményigényének megfelelően. 25 kV-os tápvezeték épül. A érdekesség ennek a rendszernek az, hogy maga az állomás, mivel ez egy meglévő állomás, itt kettő darab 132/25 kV-os transzformátor már lakik. Az egyik ellátja Székesfehérvár felé a vonalat, a másik pedig ellátja a 30-as vonalat, ami a dél-balatoni, szintén autótranszformátoros rendszer. És mivel az állomásban 25 kV-os transzformátorok voltak eddig is elhelyezve, ezért kérés volt, hogy ne 50 kV-on kerüljön kitáplálásra a szükséges vontatási teljesítmény, hanem a jól bevált 132/25 kV-os transzformátort alkalmazzák itt is. Tehát magában a rendszerben van egy 25 kV-os betét, tehát a szabadbattyán állomásból a betápláló 2x4 MW-os autótranszformátor állomásig 1x25 kV-os rendszer van, és onnantól pedig 2x25 kV-os rendszer. Természetesen erre is külön vizsgálat kellett, hogy azon a szakaszon, ahol 1x25 kV-os rendszer, egy az, hogy megfelel-e feszültségesésre, teljesítményigény szempontjából ki tudja-e szolgálni a szükséges vontatójárművek igényét, illetve indukáló hatás szempontjából nem okoz-e valamilyen problémát. Természetesen arra jutottunk a számításokkal, hogy ez megoldható, és ennek megfelelően valósul meg. Jó, és ide soroljuk még az alállomási munkákhoz magát az indító autótranszformátor állomásnak a létesítését a betápláló fázis határnál. Ugye a betápláló fázis határ néhány kilométerre van a szabadbattyányi transzformátor állomástól. Egy áttekintő kapcsolási rajz. Tekintve, hogy ez egy meglévő vasúti vagy villamos vasúti hálózathoz csatlakozik, ez az új szakasz, ezért úgy kell ezt létrehozni, hogy nem csak az Észak-Balatont, hanem szükségüzemben a Dél-Balatont, illetve Székesfehérvár irányába futó tápszakaszt is el tudja látni, bármelyik transzformátor kiesése esetén. Tehát itt a magenta színnel jelölt új transzformátor a képernyő közepén az, amely a szabadbattyán állomásba létesül, ehhez ugye kapcsolókészülékek társulnak, és van egy kitáp vezeték, amely gyakorlatilag kitáp kábel, és ez elmegy a két darab autótranszformátorba a képernyő jobb oldalán, és innen indul a villamosított tápszakasz. Hogyha egy picit ráközelítünk, akkor a 25 kV-os kitápláló mezőt láthatjuk ezen. Ugye magenta színnel az újonnan létesülő kapcsolókészülékek és transzformátor látható ezen az ábrán. A meglévő felső vezetékhez hogyan csatlakozunk? Az ábra jobb alsó részén látható az a két darab transzformátor, amely két darab autótranszformátor, ez látja el az újonnan villamosítandó felső vezeték szakaszt, illetve az ábra közepén látható két kapcsoló készülék, amely pedig a 30-as vonalra táplál rá, amely a Dél-Balaton. Tehát szükségüzemben ez a transzformátor állomás, a szabadbattyán transzformátor állomás egyetlen egy transzformátorra is el tudja vinni az Észak és a Dél-Balaton forgalmát jelen állás szerint. Különböző üzemzavarokra kell ilyenkor vizsgálódnunk.
például a rendszer robusztusságát kell megvizsgálni. Mi van akkor, hogyha kiesik egy autótranszformátor, vagy karbantartást kell végezni az egyik autótranszformátoron. Természetesen akkor is meg kell felelni, mind indukáló hatás, zavaró hatás szempontjából, mind teljesítmény igény kielégítése szempontjából, mind pedig feszültséges is szempontjából a rendszernek. Ezeket a vizsgálatokat természetesen az erőságunk szimulációban mind elvégeztük, és arra jutottunk, hogy megvalósítható ezzel az autótranszformátor mennyiséggel és kiosztással ez a rendszer. Hát aztán röviden azokat a forrásokat szeretném itt megemlíteni, akik hozzájárultak az előadás elkészítéséhez különböző formában és különböző régebbi előadásaik alapján. Készültem, úgyhogy nagyon szeretném megköszönni Csoma András, Pálma Időn, Magyar Zoltán kollégáknak, illetve hát nem utolsó sorban a Vasútvill és az Aircourt Kft.-nek a segítő munkáját, hogy az előadást megtarthattam, és ezeket a részleteket megoszthattam a hallgatósággal. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennyi fért bele a mai előadásba. Remélem, hogy unalmas részletekkel nem mutattam senkit, és hogyha valakinek kérdése van, akkor nyugodtan tegye fel. Nagyon szépen köszönjük dr. Ladány Józsefnek az előadást. Szeretném jelezni, hogy az előadás anyaga, illetve a róla készült beszámoló hamarosan elérhető lesz a honlapunkon, a www.esk.org oldalon. Most pedig a közönséges fordulnék, hiszen 15 percben lehetőségük lesz feltenni a témával kapcsolatos kérdéseiket. Szeretném még egyszer nagyon megköszönni az előadást a dr. Ladány Józsefnek, és akkor az összeét kérdésekből szeretnék párat felolvasni. Rendben, könnyűt kérdez, hogy tudjak válaszolni. Támogatja a fejlesztésben lévő infrastruktúrát a vasúti teherszállítás térhódítása? Hogy a versenyképessé teszi a közúti teherszállítással szemben ezért? Azt gondolom, hogy igen. Tehát a villamos vontatás elterjedésével, azzal, hogy nem kell mozdony cserélni Szabadbattyán állomásba, ezáltal rövidül a menetidő, ezáltal hozzájárulhat természetesen a versenyképesség növeléséhez minden vasúti fejlesztés. Itt vannak még kérdések. Abból az egyik az, hogy mi volt az akadálya az eddig Balaton környéki villamosításnak? Hogy miért? Azt gondolom, hogy gazdasági előnye volt, vagy gazdasági ok miatt nem lehetett villamosítani. Hát nyilván ezt a forrást valahonnan meg kell szerezni, és valahonnan kell támogatást kapni. Hát nyilván az EU-s források felhasználása az sokban segíti az üzemeltetőt ebben, hogy ilyen projekteket tudjon organizálni és véghez vinni. Egy másik kérdés, hogy a szükséges a már meglévő villamosított vasúthálózatok fejlesztése az újabb, nagyobb teljesítményű mozdonyok számára? Hogy kell a hálózatot, már meglévő hálózatok áttervezése? Értem. Hát regulárisan amúgy is kell a felső vezetékhálózatot meg a villamosrendszert felülvizsgálni. Természetesen, hogyha van rekonstrukció, akkor egy komplett tervezés szokott lezajlani ilyen esetben. És hogyha jelentős mértékben változik a menetrend és nagyobb teljesítményű mozdonyok vannak, akkor igen, meg kell vizsgálni ezt is. És hát ha szükséges, akkor pedig át kell építeni. De azt gondolom, hogy a Magyarországon a tervezés az mindig is a biztonság irányába hatott, és ennek megfelelő tartalékkal készülnek el ezek a rendszerek, tehát olyan gyakori átépítés nem szabad, hogy igényeljen. Az, hogy csak két fázisra csatlakozik a transformátor, nem okoz az országos hálózaton észrevehető aszimmetrikus üzemet, ugye itt az 1x25 kV-os. Igen. Az 1x25 kV-os rendszer esetén azért tudjuk jelentősen csökkenteni ezt az aszimmetriát, mert az egymás mellett lévő vontatási transformátor állomásokban lévő transformátorokat ciklikusan forgatják, ezért valamelyik az L1, L2 fázisra, a mellette lévő transformátor állomás az L2, L3 fázisra, és így tovább ezek permutációra csatlakozik. Ezáltal valahogy elég jó mértékben csökkenthető ez a fajta aszimmetria. A következő hallgatósági kérdés meg az volt, hogy lehet jövője helye a vonatban vagy a mozdonyokban akkumulátoros energiatárolási létesítésének, és ez felveti a versenyt a felső vezeték és villamosítási megoldásokkal.
Hát ugye ez mindig az a kérdés, hogy mennyibe kerül egy jármű, mennyire tudják kihasználni ezt a járművet, tehát milyen utasforgalom mellett éri meg. De ez mindig egy gazdasági számítás előzi meg, és azt gondolom, hogy inkább gazdaságossági kérdés ez manapság már, mint műszaki, hiszen vannak ilyen megoldások, tehát jelen állás szerint is elérhető. Ugye hasonló módon, mint a tram-train megoldás, amely tud közlekedni a nagyvasúti hálózaton is, és tud egyébként villamos, városi villamos hálózaton közlekedni, tehát ilyen több áramnemű, akár akkumulátorra segített megoldások is elterjedhetnek. Hasonlóan, mint a villanyautókhoz, csak az ára kérdés. És akkor egy következő kérdés, hogy támogatja a fejlesztésben lévő infrastruktúra a vasúti teherszállítás jelenleg volt elnézést. Ez könnyű kérdés, legalább igen, tudtunk. Hogyan működik a vasúti jármű fékezéséből eredő energia visszatáplálása hálózatokban? Ugye ha jól tudom, érkezett még egy ilyen kérdés, de ez ugye, hogy a sineken vissza ez az előadásban benne is volt, hogy... Igen, hát az a helyzet, hogyha éppen egy azonos tápszakaszra esik egy fékező és egy gyorsító vonat vagy vontatójármű, akkor a fék energiából a hálózatba, felső vezeték hálózatba visszatáplált energiát, ugye ugyanazon a tápszakaszon létre gyorsító másik vontatójármű fel tudja venni, és ezáltal nem az áramszolgáltatói hálózatra jut vissza ez a visszatáplált energia, hanem maga egy másik vontatójármű tudja ezt közvetlenül felhasználni, ezáltal ugye csökkenti a hálózati veszteséget, illetve hát csökkenti azt a megvásárolt villamos energiát, amelyet az áramszolgáltatói hálózatról kellene megvenni. Tehát ennek ilyen hatása van, és nyilván a hálózati veszteség sem kevés egy ilyen rendszer esetén, illetve hát maga a megvásárolt energia. Amit nem vásárolunk meg, ugye az a leghatékonyabb mindig, amit nem fogyasztunk el, az a leghatékonyabb gazdaságilag. Várható-e új vasútvonalak építése hazánkban, esetleg korábban bezárt vonalak megnyitása, újjáépítése, erre vannak esetleg tervek? Hát ez egy jó kérdés. Azt hiszem, hogy az én hatókörömön kívüli kérdések ezek. Mert nyilván itt is gazdaságossági, forgalomtechnikai, szakmapolitikai kérdés ez, hogy megnyitnak-e új vasútvonalakat. Mint ahogy az előadásban is említettem, azért a vasútvillamosítás is, hát azt láttuk, most kb. 38%-a a meglévő vasútvonalnak az, ami villamosított. Ahogy mondtam, ez egy teljes élettartamra vett CBA-analízis alapján készített megtérülés számításon alapuló elsősorban gazdasági döntés szokott lenni, hogy melyik vasútvonalat éri meg villamosítani vagy sem. Hát hasonló megfontolásból zártak be vonalakat, és nyitnak újra, hogyha szükséges természetesen, de hát ebben én nem gondolnám magam nagyon kompetensnek, hogy állást tudjak foglalni, hogy milyen vasútvonalakat érdemes lenne újra nyitni, vagy villamosítani. De a tendencia az egyébként az egyik ábrán látható is volt, hogy vannak még olyan vasútvonalak, amelyek az elkövetkező egy-néhány évben villamosításra kerülnek, de hát most csak ilyen rövid időhorizonton gondolkodunk és látunk előre, legalábbis én. Hát nyilván hosszabb távú tervezések is vannak, és ott biztos vannak még azért szép számban olyanok. Meg hát európai uniós törekvés is a vasúti hálózatnak a fejlesztése. Természetesen elsősorban a villamos vasúti hálózatnak a fejlesztése. Mennyire nehezíti meg a vasúthálózat villamosítását az itthon elterjedt biztosító berendezésekben keltett zavarok, illetve mit lehet tenni ezek elkerülésére? Hát igazából a jelenleg elterjedt és az újabb rádiós vagy tengelyszámlálós bizberek esetén ez a fajta zavarás már kiküszöbölésre került jó néhány évtizeddel ezelőtt, tehát új nincs a nap alatt. Általában, mint ahogy említettem az előadásban is, az újonnan villamosított vasútvonal esetén szokott az lenni, hogy a már meglévő vasútvonal mellett lévő távközlő hálózatokat zavarja, vagy kerítéseket. Például az Északi és a Dél-Balaton esetén azért, ha valaki nyitott szemmel jár, akkor láthatja, hogy hosszú-hosszú, száz métereken, akár kilométeren keresztül is a vasút
10 méteres távolságában párhuzamosan haladnak vele távközlő kábelek, távközlő rendszerek, illetve kerítések. Tehát ezeket kell általában megvédenünk, és itt szokod általában problémát okozni. Hát a vasúti berendezések, biztosító berendezések azok ez ellen már védettek. A következő kérdés, hogy a Csitényhegyi alagút a süllyesztés után alkalmas lesz a kisebb motorvonatok közlekedésére is? Persze, a kis vagy KISZ nevezetű új emeletes motorvonatra gondol is itt most a kérdező. Természetesen hát annak az űrszelvénye úgy van kitalálva, hogy a jelenleg is meglévő 5750 mm magas munkavezeték alatt elférjen, tehát ezért nem kell átépíteni a rendszert. Az előadásban említettem, hogy a kölcsönös átjárhatósági kritériumok azok, amelyek rögzítve vannak, ezt TSI-nek rövidítjük, magyarul AME rövidítése van, Európai Unió által kiadott jogszabály, amelynek meg kell felelni, pont azért, hogy az egyes országokban létesült villamos felső vezetékrendszerek kölcsönösen átjárhatók legyenek az országok között. Tehát mi minden szomszédos országból tudjunk vonatot, mozdonyt fogadni. Ezért is létesültek, vagy ezért is készültek korábban a több áramnemű mozdonyok, amelyek alkalmasak a 15 kV, 16-2/3 Hz-es feszültségű felsővezeték hálózatra, vagy az 1x25 kV-os hálózatra, vagy vannak olyan mozdonyok, amelyek 3-4 áramnemet is képesek áthidalni. Tehát ezek az újabb típusok erre már alkalmasak. Nyilván a felső vezeték hálózat is ennek megfelelően a szabványok alapján építik, és ez megoldást jelent. Természetesen itt a kis motorvonat fejlesztésén is erre gondoltak. Tehát ott az áramszedő magassága, illetve magának a szerelvény kocsijának a magassága úgy került meghatározásra, hogy járható legyen vele. És hát itt az alagútban sem okoz ez problémát. A következő kérdés meg az volt, hogy tudomásom szerint szó volt az E.ON aszófői 120x20 kV-os transzformátor másának 120x25 kV-os bővítéséről is a felsővezetéki hálózat betáplálására. Erről most az előadásban nem esett szó, nem lesz munka aszófőn? Ebben a periódusban nem lesz. Gyakorlatilag a számítások, a megelőző számítások azt igazolták, hogy a szabadbattyáni állomásba elhelyezett új transzformátor teljes mértékben el tudja látni magát a vonalat. Adott esetben, hogyha még kiépül Tapolcáig a teljes hálózat villamos felsővezetékkel, még valamilyen csökkentett üzemmód mellett előre láthatólag még Szabadbattyánból el tudjuk látni ezt a közel 90 km hosszúságú vonalat üzemzavaros esetben is, anélkül, hogy egy másik transzformátorállomás kellene. Természetesen, hogy a második részben, vagy második ütemben megépülő Balatonfüred-Tapolca szakasznál egy új állomás létesítése valószínűleg szükséges lesz majd ennek következtében, hogy nyilván az üzemzavaros állapotot valami csökkentett menetrendet, vagy valami ilyesmit igényelhet. Tehát ezért elkerülhetetlen lesz. Az, hogy most ez hol fog létesülni, hát az majd a következő fázisban fog kiderülni. Ennek ugye mindig több összetevője van, hogy eleve, hogy hová lehet tenni, és egyéb szakmapolitikai indítatások is vannak, meg gazdaságiak mögötte. Mi a véleménye a hidrogénhajtású vonatjárművekről? Milyen műszaki, technológiai, illetve biztonsági akadályai lehetnek az elterjedésének? Hát azt gondolom, hogy hasonlóan, mint a személy gépkocsiknál is, az elterjedésük az inkább félelemből adódó, meg hát nyilván műszaki, technológiai problémákból, meg nem megfelelő üzemi biztonságból adódhat. Hát, hogy most mit gondolok róla, meg mi lesz 10-15 év múlva, az lehet, hogy két teljesen különböző dolog. Most azt látom, hogy nem biztos, hogy ez el fog terjedni, sőt, inkább a felé mutat a dolog. Tekintve, hogyha megnézzük egy-egy ilyen mozdonynak a beszerzési költségét, azért az jelentős mértékű beruházás, és Magyarországon is több száz ilyen vontatójármű található jelenállás szerint. Nyilván az egy más infrastruktúrát, karbantartási infrastruktúrát jelent, mint egy villanymozdony. Ezt látjuk egyébként a dízel gépek karbantartásánál is, látjuk a villanygépek karbantartásánál, tehát emellé meg egy harmadikat
Én kevésbé gondolom reálisnak ezt a dolgot. És akkor az utolsó hallgatósági kérdés, hogy lehetséges Magyarország teljes vasúthálózatának a villamosítása, ha igen, akkor erre mikor kerülhetne sor a jövőben ön szerint? Hát minden lehetséges igazából, minden csak pénzkérdése, ahogy szokták mondani. Azt gondolom, hogy ennek realitása nincsen, hogy a teljes hálózatot. Az előadásban is említett gazdasági okok miatt. Tehát vannak olyan szakaszok, amelyek kisforgalmúak, áruszállítás szempontjából is viszonylag kis forgalmat jelentenek. Ezeknek nem gazdaságos, tehát soha meg nem térülő beruházást jelentenek. Hogyha pedig erre forrás szeretnénk Európai Uniótól, vagy kormányzati forrás, vagy valamilyen vegyes forrásban gondolkodunk, nyilván mindenütt egy üzleti tervet, megtérülést kell letenni, tehát erre azt gondolom, hogy reálisan nem lehet semmilyen forrást találni. Szép állam. Állam szintjén nagyon szép, de ez biztos, hogy nem reális. Nagyon szépen köszönjük tényleg még egyszer az előadást, meg a kérdésekre a válaszokat is. Én köszönöm a meghívást, és nagy megtiszteltetés volt a szakkollégium előadását megtartani. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Az est zárásaként engedjék meg, hogy ismertessem a szakkollégium Csonka János emlékfélévének további programját. Soron következő előadásunkra november 5-én csütörtökön kerül sor, melynek címe Távfűtés jövője Budapesten, távfűtés reneszánsza az aktuális energetikai és klímatrendek tükrében. Végül a szakkollégium nevében szeretném megköszönni dr. Ladányi Józsefnek, a BME villamosenergetika tanszék vezetőjének az előadást. Önöknek pedig a megtisztelő figyelmet, további szép estét kívánok!